Thank you.
Főtisztelendő és excellenciás dr. Bábel Balázs érsek atya, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük itt Kiskunhalason a Baranyi László Kolping Család Egyesület 25 éves évfordulóján. Kérem, fogadja szeretettel a kiskunhalasi, a Gyergyószent Miklósi testvértelepülés, illetve a testvércsaládi, valamint Kövesi Ferenc atyának az üdvözletét, és hát ezt a szerény ajándékot tőlünk. És egyúttal kérjük, hogy szíveskedjen bemutatni ezt az ünnepi szentmisét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de hát ezt kívánok a kiskunhalasiakat. Legyen tiétek. Hova kiütték? Köszönöm szépen. Jó ember. Jó. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Abból az alkalomból, hogy Kiskunhalason 25 éve újraindult a Kolping család, és most háladó szentmisére jöttünk össze, de itt vannak az erdélyi testvérek is, és hát hiányzik Kövesi Ferenc atya, aki lelkipásztori áthelyezés miatt nem tud köztünk jelen lenni. Ő a prézese a Kolping lelkiségi mozgalomnak, és hát köszöntöm az atyákat is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Istenünk, egyedül Te vagy igazán szent, s nélküled senki sem lehet jó. Boldog Kolping Adolf közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy egykor részesei legyünk örök dicsőségednek, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány, Jeremiás, olvasmány. Fenyegető jövendőlései miatt meg akarják ölni Jeremiást a papság és a nép. Jojakimnak, Józia fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr. Állj oda az Úr házának udvarába, és azokat a szavakat mind, amelyeknek a hirdetésére parancsot adtam neked, hirdesd Júda városai lakóinak, akik imádkozni jönnek az Úr házába. Ne hallgass el egyetlen szót sem,
Hát, ha szót fogadnak, és megtérnek gonosz útjaikról. Akkor én is visszavonom azt a veszedelmet, amelyet rájuk akarok hozni tetteik gonossága miatt. Így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az Úr. Ha nem hallgattok rám, és nem jártok törvényeim szerint, amelyeket elétek tártam, és nem figyeltek szolgáimnak, a prófétáknak szavára, akiket én folyton folyvást küldtem hozzátok, de ti soha nem hallgattatok rájuk, akkor ezt a templomot Silóhoz tesszem hasonlóvá, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld összes nemzete. A papok, az álpróféták és az egész nép hallotta, amint Jeremiás elmondta ezt a beszédet az Úr házának udvarán. Amikor tehát Jeremiás mind elmondta, amit az Úr parancsára el kellett mondani az egész népnek, a papok és az álpróféták megragadták, és így szóltak. Halállal kell lakolnod. Miért jövendöltél az Úr nevében így? Ez a templomom Siló hegyéhez lesz hasonlóvá, ez a város meg úgy elpusztul, hogy lakója sem marad. Erre az Úr házában az egész nép egybegyűlt Jeremiás ellen. Ez az Isten igéje. Legyen veletek, és veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Tanítók körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az unoka nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt, sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Ezek az evangélium igéi. Tisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, Kolping család, magyarországi és erdélyi tagjai, Krisztusban szeretett testvéreim. Az Úr Jézus az Isten országát sok hasonlattal érzékeltette, és az emberi foglalkozásokat is felhasználta, hogy közelebb hozza értelmünkhöz, szívünkhöz az Isten országának a valóságát, ami valójában egy lelki tartalom, nem terület, nem politikai egység, hanem egy olyan lelki közösség, ahol vagy már az ószövetségi törvények is megvalósultak, hiszen az Isten országa ott kezdődött el, vagy pedig
még magasabb fokon az ő tanítása szerint élnek. Ezekben a hasonlatokban korának foglalkozásaiból előszeretettel vette a halászt, a pásztort, a magot vető embert, a háziasszonyt, aki kovászt rejt a lisztbe, a kereskedőt, de valahogy hiány vagyunk az ipari munkás hasonlatának, ha csak nem vesszük a házépítő vagy a toronyépítő emberről mondott képét, de ott nem magát a mesterséget használta föl, hanem azt akarta érzékeltetni, hogy Isten áldása nélkül és egy komoly elhatározottság nélkül sem a torony, sem a ház nem tud úgy felépülni, hogy az ellentájon az idők viharainak. Azonban az elgondolkodtató, hogy ő maga viszont korának ipari munkásai közé tartozott. A mostani evangéliumi szakaszban is jól lehet támadják, hogy mit akar ez itt a szülőföldjén, hát ez csak az ácsnak a fia. És hát tudjuk azt, hogy a régi világban a gyerek az nem úgy nevelődött, mint ma, hogy jaj, hagyjuk szegényt játszani, pihenni, aztán szórakozni, menjen ide-oda, hanem befogták a munkába. Még én is ehhez a generációhoz tartozom. És miután apám parasztember volt, a paraszti munkába fogtak be. Szent József, Jézus nevelő atya ács volt, hát nyilván, hogy vitte magával fiát, aki a felnőtt kor teljes kiteljesedéséig, mint egy 30 éves koráig űzte ezt a foglalkozást. Tehát előre mutatóan azt akarta jelezni a mi Urunk, hogy a kétkezi munkát meg kell becsülni. Mert voltak korok, de néha már most is úgy vagyunk, hogy nem becsülik meg a kétkezi munkát, legfeljebb akkor veszik észre, amikor nem kapnak egy hiány szakmában dolgozó embert, legyen az kőműves ács, bádogos vagy bárki más, hiszen nagy hiány vagyunk ezeknek. De az iskolában is úgy szokott lenni, hogy hát nem tud tovább tanulni gimnáziumba vagy más felsőbb intézménybe, menjen el, azt tanuljon valami szakmát. Még ráadásul ilyeneket is mondtak régen, majd jó lesz belőle, a suster lesz a gyerek. És pont Kolping Adolf cipész volt, aki ezt a munkát végezte, amit még ma is sokszor olyan megvetetnek tartanak. Van ebben valami szellemi gőg is, és van benne egy óriási tudatlanság. A tudatlanság pedig abban rejlik, hogy egy ember értékét nem a különböző diplomák szabják vagy mutatják meg. Én ismerek olyan embert, aki egy egész oldalt betelítő soron írja, hogy ilyen olyan PH doktor, ez a valami 4-5 ilyen titulását kírja, és megkérdezi az ember, hogy mi marad utána. De egy ács fölépített egy házat, a tetőt megcsinálta, legalább 50-60-100 évig az ott áll az ő munkájának a gyümölcseként. Másrészt, ugye ott is gellert kapott a mi korunk, hogy nem azért küldenek gyerekeket szakmákba sok esetben, mert annak ahhoz van kedve, hanem ha már nem jó, hogy szociológus vagy informatikus vagy politológus legyen, akkor tanuljon valami szakmát. Holott
Kiteljesedni a munkával lehet igazán, ez egyszerre isteni parancs, és miután nehéz a kétkezi munka, azért lehet egy büntetés jellege is a bűnbeesés óta. Viszont ott tud valaki kiteljesedni, és azért vállalja. Hát nyilván, hogy nem mindenki fut be óriási karriert az ipari munkájával, de hát azért nagy kár lett volna, ha egy Fazola Henriket, aki gyönyörű szép kovácsolt vas, kerítéseket, ajtókat csinált, lehet látni ott Eger városában is, mondjuk beültették volna valami hivatalba, és aktákat írt, számozott volna, bizony azokból a szép művekből semmit se látnánk, viszont ő a mester abban teljesedett ki. A kereszténység újra meg újra felfedezte a kétkezi munkának a fontosságát és az értékét. Gondoljuk meg, hogy a római birodalomban az akkori nemesek, tehát mondjuk a szenátorok, vagy az akkori világ előkelői megvetették a kétkezi munkát, és még véletlenül sem akartak szolgai munkát végezni. Erre a rabszolgák serege állt rendelkezésükre. És jön egy Benedek, Szent Benedek, aki a római birodalom végén, mint egy megmentve a birodalmat a maga szellemiségével és rendjével, mint egy jelmondatként is kitűzi, hogy ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. És ha elolvassa valaki a regulát, abban egyaránt van szellemi munka, és egyaránt van kétkezi munka. Tehát azt is előírta Benedek, hogy a rendtagok naponta szentírásból vagy a regulából egy fejezetet olvassanak el. Ez volt a kapitulum. De ahol olvasták, ezt a nevet magáévá tette az a helység, mert ott olvasták el az egy fejezetet, és ma így mondanánk, hogy ez volt az akkori olvasóterem. Még azt is tudjuk, hogy Benedek azt is mondta, hogy sukott szájjal olvassanak, az addigi emberek ugyanis mindig hangosan olvastak, mint a mondjuk a gyerek vagy, aki úgy nem nagyon tud olvasni, viszont ha sokan olvasnak itt teremben is hangosan, az olyan, mint egy darásfészek. Szent Benedek azt mondta, hogy lehet úgy is olvasni, hogy becsukjuk a szánkat. De ugyanakkor a kétkezi munkát, ott a kapustól kezdve mindenkinek volt feladata. És így indították el Európa újraépítését. Azok a misszionáriusok, akik a Benedek rendi kolostorokban voltak, egyszerre másoltak kódexeket, zsolozsmát imádkoztak, de maguk körül a kertekben kultúrát teremtettek. Mint egy megadva a kétkezi munkának a fontosságát és dicséretét. És aztán újra meg újra föl kellett erre hívni a figyelmet, hiszen a magyar nemesség is majdnem olyanná lett, mint a ókori szenátorok, hogy ők bizony kétkezi munkát nem végeznek, elég az, hogyha a haza veszélybe sodrásakor, mint egy harcba szállnak és vérükkel adóznak. De kellett mindig figyelmeztetni arra, hogy becsüljük meg a kétkezi munkát, és nem véletlen, hogy az ipari forradalom tájékán hozták be erőteljesen Szent Józsefnek, az ácsnak a tiszteletét. Többi szenteket, tehát a szűzanyát kezdettől, de az apostolokat is kezdettől tisztelte a keresztényét, de valahogy úgy Szent József nagyon háttérbe húzódott, és éppen a
ipari forradalom idején azt mondták, hogy de hiszen a mi urunk nevelő atya az egy ipari munkás volt. És hát ebbe az idők jeleinek az olvasásába kapcsolódott bele Adolf Kolping, ki tényleg egy egyszerű mesterlegény volt, de mindig többre törekedett Isten iránti kapcsolatában és a munkájában is, és hát elvégezte a gimnáziumot, hogy pap lehessen, de nem feledkezett meg azokról, akikből származott. Mondták annak idején, így hallottam, amikor cseléd világ volt, és valaki Budapesten járt, és a testvére az már egy úrnál, egy középosztálybelinél ilyen szobalány fére lett, és találkozott a testvérével az úton, amikor ott volt a nagyságos asszony mellette, egyszerűen letagadta, hogy az a cselédlány az ő testvére. Mert hogy is néz az ki, hogy ő onnét származott. És sok ilyen volt a történelemben, de Kolping Adolf nem csak, hogy nem felejtett el, hanem fölkarolta azokat, akiknek nem volt annyi szervezőképességük, annyi világlátottságuk, hogy maguk érdekeiért küzdjenek. Döbbenet, hogy ugyanabban az időben Németországban egy marxista, ateista oldalról is elindul egy hasonló, de ellenkező előjellel. Ugye Marx Károly a munkásosztályt fel akarja szabadítani, de nem úgy, mint Kolping Adolf, hogy tanuljanak, tisztességesen dolgozzanak, mutassanak példás életet, hanem ha kell legyen osztályharc, szükség esetén még véres küzdelemet is kell vívniuk a nincstelen proletároknak. Hát hány ilyen forradalmi nóta erre emlékeztet, kelj föl, te éhes proletár, állnak a paloták, és így tovább. És ebből egy nagy világmozgalom lett, és szörnyű sok tragédiával, hiszen a marxizmus, leninizmus, összefoglalva a kommunizmus, mint egy 100 millió halottat hagyott maga mögött. Ellenben Kolping Adolf mozgalma, az mindig a békesség, a lelki felemelkedettség, a munka megbecsülése irányába vitte azokat, akik hozzászegődtek. Nagyon nagy tehát az aktualitása, bár nagyon nehéz volna neki most a sorsa, mert úgy összeszedni legényeket nem is lenne könnyű, mint akkor, hogy ő összeszedte. És hogy említettem is, szinte nincsenek már ipari munkások. De ő akkor annak az elvárásnak, amit az evangélium megkívánt, megfelelt. És itt van a mai időkben az ő szellemi öröksége, a Kolping család, akiknek ugyanúgy meg kell keresni a mai életnek való evangéliumi választ, és úgy kell az életünket élni, hogy Isten dicsőségére végezzük a munkánkat, másrészt munkánk által az emberek élete könnyebbé és jobbá legyen. Nagy cél ez, és azt kell kérnünk ebben a Szentmisében, hogy amikor hálát adunk a 25 éves Kolping mozgalomért, akkor az igazi eszmeiségét sokan fedezzék föl Kolping Adolf lelki mozgalmának, és ilyenek a szerint, hiszen az ő célja, ahogy az Úr Jézus mondta, az Isten országának keresése és építése volt. A boldogok között tisztelhetjük őt, míg a 30-as években elkezdték
szentélyavatási procedúrát, de hát nagyon lassan mozdulnak ezek a kerekek, de hála Istennek, hogy boldoggá avatták, tehát helyileg szentként lehet tisztelni, és legjobb tudomásom szerint december 4-én van az ő emléklapja. Most ebben a szentmisében rá emlékezve kérjük az ő közbenjárását az Úr Jézusnál, aki Ács fia volt, hogy segítse a Kolpink család tagjait, és azt az eszményt, amit bibliai parancsként is kaptunk, mi is próbáljuk meg minden napjainkban valóra váltani. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszt halála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért, szentséges atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért, valamint Kolpink családunkért. Kérjük Urunkat, hogy a hit útján haladva őszinte, tiszta szeretettel szolgáljuk a ránk bízottakat. Hallgass meg, Urunk! Köszönjük Istenünk testvéreinket, kisvárosunkat, közösségünket, minden tagunk, barátaink, családjainak, városunk minden lakójának jólétért és üdvösségért kérünk. Hallgass meg, Urunk! Hálát adunk, Istenünk, hogy 25 éve megalakult a kiskunhalasi Baranyi László Kolpink család. Add, kérünk, hogy az elkövetkező években is hatékonyan tudjunk részt vállalni városunk és egyházunk programjaiban, életében. Hallgass meg, Urunk! Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat, hallgass meg, Urunk! Őszinte szívből hálát adunk egyleteink alapítójáért, Kolpink Adolfért, és segítségedet kérjük, Urunk, hogy hűen követni tudjuk az ő útmutatásait, merjünk tevékenyen részt vállalni környezetünk alakításában. Hallgass meg, Urunk! Köszönjük, Urunk, a mai napot, azt, hogy együtt ünnepelhetünk a kiskunhalasi kolpingosokkal, akikben igazi testvérekre találtunk. Kérünk tőle, töltsd be életüket, munkájukat, bőséges áldásoddal, és add, hogy testvérkapcsolatunk még hosszú évekig fennálljon. Hallgass meg, Urunk! Erősítsd meg, Urunk, kisebb családjainkban az önzetlen szeretetet, hűséget, bizalmat, példaértékű magatartást gyermekeink nevelésében, és nagyobb családjainkban pedig az együttműködést, a testvéri jó hangulatot. Hallgass meg, Urunk! Eléd hozzuk, Urunk, most minden jótevőnket, jutalmazd meg őket gazdagon. Ugyanakkor eléd hozzuk az elhunyt Kolpink tagokat, akik előttünk jártak a hit, a szeretet, a szolgálat útján. Fogadd be őket örök boldogságodba. Hallgass meg, Urunk!
Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadj jó szívvel könyörgéseinket, s oltárod szolgálatára méltók legyünk, a szentek közben járásával segíts és oltalmazz minket, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mi tiltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert szentjeidnek példás életével az Anya Szent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, s imádsággal is közben járnak értünk jóságod mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és szentekkel együtt magasztalunk téged és újongva zengjük. Szent vagy,
valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a szent lélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, melyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, matványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A sora után ugyanígy te a kelyheti, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakét kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk feltámadásra, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük te át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert fölment a fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál az áldozásokat. Mi, azikát, hogy testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, boldog Kolping Adolffal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Balázs érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökken örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentettessék meg a te neved, jöjjön a te országod,
minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod, ad apostolaidnak békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntjétek egymást a béke jelével. Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldog, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram! Thank you.
Urunk Jézus Krisztus, Te azt a feladatot adtad egyházadnak, hogy hirdesse, s tettekre váltsa üzenetedet. Köszönjük neked testvérünket, Adolf Kolpingot, aki e feladatban példaképünk lett. Add nekünk azokat az adományokat, melyek hitet és önbizalmat, komolyságot és örömet, önmagunk iránti felelősséget és szolidaritást másokkal. Add, hogy felismerjük korunk problémáit, részt vegyünk megoldásukban. Erősítsd hitünket, hogy a világot és kihívásait ne kerüljünk ki. Ébreszd bennünk a reményt, hogy amikor az emberekért fáradozunk, örömet viszünk közéjük. Erősítsd szeretetünket, hogy felelősségteljesen munkálkodjunk az egyház és egy emberi társadalom fejlődésében. Legyen a mi Kolping közösségünk a Te eljövendő ország. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, minden vigasztalás és béke Atya, add, hogy házad népe, mely szentjeid ünnepén neved dicsére összegyűlt, egyszülött fiat testében és vérében részesedve, elnyeri az örök élet zárogát, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, örültem, hogy el tudtam végezni a szent misét, az áldás után befejezem, és hát átmegyek a plébániára. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek.